Már a nyitás délelőttjén látványos mozdulatokkal kápráztatták el a járókelőket a korcsolyák szerelmesei. A Zichy Ligetben már a kapunyításkor sokan birtokba vették a kiváló adottságokkal rendelkező pályát, mosolyt csalva ezzel felnőttek, gyermekek arcára egyaránt advent időszakához érkezve. Ez a kislány azt is megosztotta velünk, hogyan érdemes felkészülnünk erre a szórakoztató sportra. Úgy könnyű, hogyha előbb a görkorival kezd, de ezt mert, hogy azon szerintem még stabilabb menni, aztán a jég megcsúszósabb, és hogy utána mész a jégre, utána még egy kicsit csúszkálsz, aztán belejössz, és jól mély. Minden nap este 8 óráig korizhatnak a jégszerelmesei ebben a megújult környezetben, melynek előkészítése és kivitelezése közel egy hónapja kezdődött. Sokkal nagyobb jégfelület, sokkal hosszabb korcsolyázási lehetőség, és én azt gondolom, hogy maga a büfé, tehát a kiszolgáló létesítményeinket is, maga a pihenőtér, a zenepavilonnak a kiemelése a korcsolyapályából, és az egészet egy nagyon hangulatos kis fogyasztótérré való átalakítás. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon más, nagyon hangulatos és nagyon-nagyon jó újításokat tudtunk idén bevezetni. Nagy köszönet a partnereknek, külön kiemelném a Konténexet, akitől támogatásként kapjuk a büfé konténert. Az idei első korcsolyázókat a város polgármestere is köszöntötte. Cserpalkovics András szerint Magyarország egyik leghangulatosabb kori ligete a fehérvári jégpálya. Ez mindig egy izgalmas időszak, és ennek most abszolút meghatározó szép színfoltja a kori liget itt az Zichy Ligetben. Eddig is az volt, de most azt hiszem, hogy abban a helyzetben, állapotban, minőségben, ami hogy ki tudott alakulni, hogy jóval nagyobb lett, egy kicsit átalakult, a szolgáltatások bővültek, a városgondnokság és a partnerek segítségének, együttműködésének köszönhetően. Szerintem az ország egyik leghangulatosabb kori ligete. A környezet és a jó hangulat tehát adott, melyhez a kiváló zenéket a Vörösmarty Rádió szolgáltatja a helyszínen.